A pécsi Apáczai Csere János általános iskola és gimnázium csapata lett az első az immár hetedik alkalommal meghirdetett pénztár nevű versenyen. A pénzügyi gazdasági verseny országos döntőjében egy Békés Csabai csapat végzett a második helyen, még a harmadik helyre a Ceglédiek futottak be. Jönnek a további részletek, Barna. Köszönöm szépen, Csendes Ágnes, kedét csókolom. A NAV adóügyi szakfőigazgatója és Zámbó Balázs, a Corvinus Egyetem hallgatója, első éves hallgatója. Jó reggelt kívánok, és úgyis, mint a 2017-es verseny győztese abban a csapatban. Mit kell tudni itt a pénzsztár csapatindulóinak? Miben jók ők? Sok mindenben kell jónak lenni. Először is megfelelő ismeretanyaggal kell rendelkezniük egy nagyon széles spektrumban. Itt ugye nem csak adózásról van szó, hanem mindenféle pénzügyi ismeretről, befektetésektől kezdve, a leasingen keresztül, banki ismeretek, versenyjogi ismeretek, tehát széles ismeretről kell tanúbizonyságot tenni, de ez nem elegendő ahhoz, hogy valaki a versenyen induljon, hiszen ezekről a témákról nekik véleményt kell formálni, amit elő is kell adni. Úgyhogy igen, komplex egy ilyen verseny. Úgy elgondolkodtam rajta, hogy középiskolások versenyeznek. Tehát még nem is egyetemisták, ahol már azért a szakmában, hogy mélyebben bele kell mennek szerte ágazó van, hanem középiskolások. Mondhatjuk azt, hogy mind a kettőjükhöz intézném a kérdést, de először a hallgató úrhoz, hogy a középiskolások lehet, hogy tudatosabbak pénzügyileg, mint az átlag magyar? Ez elmondható róluk szerintem. Főleg, hogyha elindulnak a versenyen, mivel egy olyan tudásanyaggal bővült a tudásunk már akkor, ami utána hasznosítható az életben. Tehát én például a versenyen találkoztam először adóbevallással. És ilyen példákat majd tudnánk erre sorolni. Bár most mindenkinek megcsinálja. Igen. Illetve mi most benne vagyok a versenynek a szakértői bizottságának az ifjúsági munkacsoportjában, tehát mi is segítjük a versenyt, és a mostani mottónk az nem más, mint a verseny, oktatás, innováció és közösség. Ez mind megtalálható a versenyben. A győztesek, illetve a résztvevők egy közösséget alkotnak utána, amelyben találkozunk egymással, megosztjuk a tapasztalatainkat. Az oktatás az a tananyagokon és a versenyen keresztül folyik, illetve a szakmai programokon, amiket akár a versenyzők meg is nyerhetnek maguknak. És az innováció pedig az, hogy mindig egy újabb és újabb feladatokat próbálunk kitalálni. Mi is be vagyunk fiatalok vonva, friss egyetemisták, illetve idősebbek, felsőbb évesek is a feladatok készítésébe, és mindig próbálunk valami újat kitalálni a versenyzőknek. Mi inspirálja, mi ad start lökést egy középiskolásnak, hogy feltétlenül elinduljon ezen a versenyen? Mert hát én megnéztem a jelentkezők számát, hát 1048 csapat jelentkezett. Nagyon sok. Honnan? Az egész országból? És határon túlról, határon is. Túlról is. Erdély, Felvidék és a Vajdaság. Mi volt a verseny menete? Hát itt több fordulós ez a verseny. Igen, azt és tudom. A területi döntők után következik ugye az országos döntő, ahol 5 csapat vesz részt a vetélkedésen. És ők már tényleg kimagaslóan, magas szintű tudással rendelkeznek, és akkor visszatérnék arra a kérdésére, amit feltett, mert nagyon-nagyon jó volt a kérdés, amikor azt kérdezte, hogy tudatosabbak-e. Én azt gondolom, hogy akik ezen a versenyen elindulnak, mindenképpen tudatosabbak, és ez nem csak abban mutatkozik meg, hogy az ismeretanyaguk igen magas, hanem abban is, hogy felismerik ennek az ismeretnek a szükségességét, meg annak, hogy ennek milyen hatása van az életükre, illetve a gazdasági életre. Tessenek már mondani nekem egy versenyfeladatot, amit ott meg kellett oldani. Például a házi feladat volt, hogy egy vállalatnak van 5 milliárd forintja, és ezt befektetni kell, az 5 milliárd forintot, és milyen portfóliót építene föl a csapat ehhez. Itt beszélhetünk pénzpiaci és tőkepiaci különböző instrumentumokról, ilyen volt például az állampapír, részvények, kötvények. És meg kellett indokolnom, hogy lenne 5 milliárdom, mint ahogy nincs, mibe fektessem? Drága bankigazgató úr, fordulok önhöz, játsszuk el. Igazából itt ismerni kell a magyar, illetve külföldi tőkepiacokat. Ja. Ismerni kell, és sokan úgy gondolták, hogy kijött az új magyar állampapír, ami a szuper állampapír. Hogyan rendesen? Tessék? Fogyám rendesen? Hát fogy, igen. És hogy sokan abba fektettek, és kialakítottak egy olyan portfóliót, amiben ugyanúgy benne van a kockázat, viszont ezt próbálták úgy
tehát egy biztosabb alapra fektetni. Ugyanúgy voltak benne kockázatos részvények, amivel nagyon nyereséget érhetnek el, még voltak benne olyan kötvények, részvények, illetve állampapírok, amik pedig a biztonságot és az alapját adta meg a portfóliójuknak. És nagyon jól végezték a feladatokat, úgy gondolom, mivel ilyen feladatokat mi nekünk is meg kellett csinálni, mind versenyzőként, mind amikor összeállították a feladatokat. Hogy díjazzák, hogy zsűrizik? Mert ez a fiatalember már itt kész bankvezető. Nagyon nehéz zsűrizni, tehát megmondom őszintén, hogy ez a verseny, ez 2 órakor kezdődik el délután, mondjuk egy döntő, és mondjuk olyan este 7 óra körül ér véget. Nagyon-nagyon sokrétűek a feladatok, tehát mint mondtam, itt a versenyjogtól kezdve a leasingen keresztül az adózásig minden benne van, és nagyon-nagyon nehéz feladata van a zsűrinek. Természetesen a zsűrit úgy állítják össze, hogy minden szakterületről legyen benne szakértő, de időnként komoly fejtörést okoz, hogy hogyan értékeljünk valamit, hiszen mondtam, itt azért érvelni kell, vitatkozni kell, meg kell győzni egymást. Úgyhogy ezeket, tehát a komplex feladat bemutatást kell értékelni a zsűrinek. Időnként megmondom őszintén, hogy mi is komolyan egyeztetünk és vitába keveredünk egymás között, hogy most akkor kit hogyan értékeljünk, de azért többnyire meg szoktunk egyezni. Köszönöm szépen, nincsen ugyan a fejemen, de megemelem a kalapom, a sok sikert kívánok. Köszönjük szépen.